565. nap. Tegnap sok új fejlemény történt Tokmak irányában. Ahogy az ukránok biztosították a robotine felé vezető utat, minden irányban elkezdték fokozni a támadó hadműveletüket. Az első előrenyomulási irány Kopani lett. Az ukránok célja itt az első védelmi vonal maradványainak lerombolása, hogy nagyobb teret nyerjenek a hídfőn belül. Amint az látható, ha bár az ukránok már régen áttörték az első védelmi vonal Robotine-Verbove szakaszát, a Robotine-Kopani szakasz gyakorlatilag érintetlen maradt, korlátozva az ukrán támadó egységek mozgását. Míg tegnap előtt az ukránok megerősítették, hogy Robotinétől nyugatra három orosz lövészárok hálózatot is elfoglaltak, addig ma orosz források szerint az ukránok északról további támadási vonalakat nyitottak és újabb területet szereztek. Ukrán források harci felvételeket tettek közé, amelyeken az látható, ahogyan a gyalogsági támadás előtt több Leopard 2 A6-os a fák vonalában nagy robbanó erejű lövedékekkel bombázta az orosz állásokat a gyalogsági támadás előtt. Abban a pillanatban, amikor az ukránok meglátták az első orosz tüzérségi lövedék robbanását, visszavonultak, nem adva időt az oroszoknak, hogy korrigálják a tüzet és megsemmisítsék a leopárdokat. Ez az előkészítés azonban már elégségesnek bizonyult, és egy sor támadás után az oroszokat több állásból is kiszorították. Nem sokkal ezután az ukrán harcosok egy videót tettek közzé arról, ahogy egy elakadt harckocsit evakuálnak, ami arra utal, hogy azok a mezők, amelyek korábban a szürke zónában voltak, most már teljes ukrán ellenőrzés alatt állnak, ami lehetővé teszi az ilyen akciók végrehajtását. De ez még csak a kezdet volt. Tegnap az ukránok Novoprokopivka ellen is harckocsi támadást hajtottak végre. A nemrég nyilvánosságra hozott harci felvételek sok mindent elárultak arról, hogy mi is történt valójában a helyszínen. Úgy tűnik, hogy a tankok közvetlenül a tüzérségi előkészítés után hatoltak be a területre. A tüzérség már sikeresen felrobbantotta az óvó helyeken lévő kisebb orosz lőszerraktárakat. Miután a páncélosok elérték a közeli fasorokat, az egyikük megpróbált minél jobban átmenni a fasoron, majd az ukrán oldalon a fasor mentén haladni. Ez egy nagyon előrelátó húzás, mert így a gyalogsági aknák felrobbannak, és biztonságos ösvényeket alakítanak ki a gyalogság számára, amely a tankok után fog betörni ebbe a térségbe. A legnehezebb a biztonságos bejutás, és az ukrán harcosoknak ezáltal a legbiztonságosabb oldalról lesz egy nagy kiterjedésű, megtisztított területük. Ha a gyalogság már sikeresen megérkezik, az egész fasort fokozatosan hatástalanítani fogják. A harckocsik épp óvóhelyeket, illetve egyéb erődítményeket kerestek, amelyek veszélyt jelenthetnek különösen a gyalogság számára, és gondoskodtak arról, hogy mindent leromboljanak. Hamarosan a fasort megtisztították, de az ukránok nem álltak meg itt, és tovább haladtak. Ahogy közelebb értek az új állásokhoz, a tankok az egyik orosz ATGM közvetlen látótávolságába kerültek. Az oroszok pehére a rakéta céltévesztett. Egy ukrán drónkezelő rögtön beazonosította a területet, ahonnan a rakétát kilőtték, és megadta a koordinátákat mind a tüzérség, mind a harckocsik személyzetének. Az ATGM állást gyorsan felszámolták. Az ukránok úgy döntöttek, hogy még mélyebben törnek előre. Hamarosan egészen Novoprokopivka falu elé értek, és tüzet nyitottak a faluban tartózkodó oroszokra. Az álló tankok tökéletes célpontok voltak, és az oroszok újabb kísérletet tettek a megsemmisítésükre. Szerencsére az ukrán drónkezelő rendkívül éber volt, észrevette az orosz kamikáze drónt, és azonnal szólt a személyzetnek. Szerencsére a drón is elvétette a kiszemelt áldozatot. Miután itt minden célt elértek, a harckocsik legénysége visszatért a bázisra. A páncélosok támadásának befejezése után az ukrán gyalogság tisztogató hadműveletet hajtott végre, és teljes ellenőrzés szerzett az új állások felett. Az egyik harcos megmutatta, hogy egység egy egész láda felszerelés gyűjtött össze az árkokban. Egy másik harcos videót készített a Robotine és Novoprokopivka közötti kontaktvonalról. Itt a nyílt területen a felderítő egységnek állandóan futnia kellett. A harcos elmondta, hogy a területet megfigyelik, és az útvonal egyes szakaszai nem csak sűrűn alá vannak aknázva, hanem még mesterlővészek is ellenőrzik azt. Az, hogy a harcos közzétette a videót, azt jelenti, hogy biztonságban visszatért, és a művelet valószínűleg sikeres volt. Összefoglalva, az ukránok sokkal gyakrabban vetik be a tankjaikat közelharcra és áttörésre, ami lehetővé tette számukra, hogy felgyorsítsák az előrenyomulás ütemét. Az elemzők azt állították, hogy amint a hídfő tovább szélesedik, és az oroszok az egyik dombot a másik után veszítik el, az ukránok még nagyobb mértékben tudnak majd tankjaikra támaszkodni, mert a terület egyre biztonságosabbá válik. És ahogy azt a felvételeken is láthattuk, a harckocsi támadások sokkal jobban leegyszerűsítik a gyalogság dolgát, mint a tisztán tűzérségi csapások. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.